Nász indulóval kezdődött az ünnepség a Váci Mihály Kulturális Központban, melynek keretében Nyíregyháza megyei jugúváros önkormányzata a hagyományok szerint köszöntötte az idén aranylakodalmukat ünneplő nyíregyházi házaspárok közül azokat, akik 1972-ben a nyíregyházi anyakönyvvezető előtt kötöttek házasságot, és még ma is Nyíregyházán élnek. A mai napon életük egyik legszebb eseményét, házasságkötésük arany évfordulóját ünnepeljük. 50 évvel ezelőtt önök felkért tanúikkal együtt megjelentek Nyíregyháza város és az időközben Nyíregyháza részévé vált településrészek anyakönyvvezetője előtt, hogy egy életre szóló szövetséget kössenek, a házasság szövetségét. A csók házaspár szerint a hosszú és boldog házasság titka, hogy először is szerelmesnek kell lenni a másikba, majd ezt a szerelmet engedni kell szeretetté átalakulni, azt pedig örökké meg kell tartani. Ami pedig ilyen hosszú távon elengedhetetlen, az a közös hit, a világnézet és a hovatartozás egysége, amelyek szerintük a legfontosabbak egy házasságban. Mi nagymamával együtt éltünk, és a nagymama mindig azt mondta nekem, amikor már úgy nyiladozott az értelmem, hogy fiam, jegyezd meg, úgy mondom, hogy ő mondta, főd a földhő, guba a gubához, suba a subához. Na most ezt, ha lefordítjuk a mai világ nyelvére, akkor én azt mondanám a hit, a világnézet és a hovatartozás. Tehát ez a három. Ha ez megvan, akkor át lehet vészelni sok minden. Mert hát ugye az ember életében ennyi év után jönnek problémák, vagy menet közben is. És ha ez megvan, a hit, a világnézet azt hiszem a legfontosabb. Hogy... Ön mit gondol ugyanerről a kérdésről? Erről én azt gondolom, hogy szerelmesnek kellene először. Ahogy elkezdődjön az élet párba, utána ez a szerelem úgyis előbb-utóbb szeretetté válik, és a szeretetet örökké meg kell tartani ahhoz, hogy tényleg ilyen időt megéljünk. Az 1972-ben házasságot kötöttek közül érkezett 45 még ma is a városban élő házaspár az ünnepségre, ahogy újra elmondták a házassági fogadalmukat. A házasság stabil alapja az egymás iránt érzett szerelem, szeretet, a tisztelet és a megbecsülés, az odafigyelés, amely elszakíthatatlan szálként kísérte eltöltött közös éveiket. Manapság már nem jellemző, hogy a fiatalok a 20-as éveikben párt válasszanak, és sajnos a válások száma sem csökken. Ezzel szemben önök a mai ünnepségen személyes jelenlétükkel példázzák az itt helyet foglaló családtagjaik, vendégeik, és valamennyi nyíregyházi számára, hogy ebben a folyton változó, rohanó világban van valami, ami örök. Az 50 évet tett esküjük, a házasság és a család szentsége. A Móricz Zsigmond Színház művészei zenés műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Az ünnepség végén dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza megyei jugúváros polgármestere emléklapokat adott át az aranylakodalmakat ünneplő pároknak, akiknek aztán pohárköszöntőben és esküvői tortával is készültek a közös ünnepségre.